Na ismét üdvözlök mindenkit, ez itt a Popo Podcast, vagyis a Pónikról pofázós podcast, na látod, már az elején elszúrom. Én Jéger vagyok, és velem van két jó barátom is ezúton. Az egyik Retro Tom, mint mindig, a másik pedig... Rocky, ja, nem. Igen, hello, Bence vagyok. Na hát, akinek feltűnt, ugye most Bence az új tagunk ebben a kiadásban. És igen, ezt vendégnek is szokták nevezni. Igen, vendég. És akik szemfülesek eléggé, azok megláthatták a csodálatos, csodás mesés burítóképet is most így harmadik epizód alatt, sőt, ezentúl maradni is fog, mert imádom. Hát nem vagy vele egyedül, és ezt már most köszönjük nagyon én szépen. Én is imádom egyébként, nem tudom, zseniális volt szerint, úgy vélem a művész, az alkotó, különösen jól megragadta a karakterek vonásait, annyira elképesztő, nem tudom eléggé dicsérni, adjátok át neki az üdvözletet. Várjál, Bence. Na, tehát amit akartam mondani, hogy nagyon szépen köszönjük Bence barátunknak, hogy megcsinálta eme gyönyörű borítóképet. Hát mi az életben nem gondoltuk volna, hogy azért egy ilyennel is már milyen szép lenne. Sőt. És egyébként azt hozzátenném, hogy nem tudom, alig, hanem az első epizód, az első adásban volt erről szó, hogy ugye, hogy milyen jó közösség van itt a Bróniság mögött. Na hát éppen erről van szó itt, kérlek szépen, mert hogy nem is tudom, 8 ember tud a mi kis nyomvat podcastünkről, abból már többen is jelentkeztek, mert Bence, akár hiszed, akár nem, te vagy egyedül, ez most hatalmas shoutout Flankinak is. Oh, így van. Tehát, hogy már nem egyedül vagy, akik azt mondták, hogy hát valamiféle módon én szeretnék segíteni abba, hogy ti fejlődjetek, és így ez pozitív. Ez pozitívan hatott. Ez igen, mindenképpen, hát ez... hogy nem én vagyok az egyetlen, de azért mégiscsak úgy nekem sikerült ezt, hogy kivitelezni, szóval. Hát te voltál a legelső, aki szólt nekünk, hogy igen, meg a leggyorsabb. Igen, egyébként a nézőknek, vagy a hallgatóknak mondom, hogy nagyon szívesen segítettem nekik, de amikor megérkezett a számlámra a 3 számjegyű, vagy a 6 számjegyű előleg, akkor még szívesebben segítettem. Csak hogy fel tudjunk vágni. Minden. Ja, és akinek még jó füle van, annak most feltűnhet, hogy most megint másik mikrofonnal beszélek, vagyis valamivel tisztább a hangom. Mennyi változás, mert rögtön a videó elején aztán még nem is csináltunk semmit, látod el. Hát mennyi utómunka lesz vele, hallod. Na de akkor kezdjünk is bele a témákba. Hát első körben, hát most akkor Bencét itt ki fogjuk faggatni, hogy... Na, kedves Bence, meséld el kérlek a te kis sztoridat arról, hogy te hogyan váltál Brónivá, és mi vett rá arra, hogy megszeresd eme csodálatos sorozatot. Hát, nem is tudom, hol kezdjem igazából. Ez, nekem nem igazán olyan színes a egész sztori, mint amilyen a tietek, vagy hallgattam az előző adásokat. Én igazából csak, várj, úgy volt szerintem, ha jól emlékszem, hogy nekem volt egy ismerősöm, így Skype-oltunk elég gyakran vele, még akkoriban, mennyi voltam, talán ilyen 13-14, és hát mit csinál egy 13-14 éves gyerek, ugye Minecraft-ozik. És... ez így meglepő. Igen, hú, nem áll. Na szóval, és... szóval Minecraft-oztunk, és sokszor vettem észre, hogy ő ilyen pónis, de mindenféle pónis dolgokat visz be a játékba, szóval olyan... Tudjátok, van ez a Equestria map, amit nem tudom, milyen izéhez csináltak. Igen, igen. Ilyen olyanokra rancigartra engem, meg ilyenek. És igazán megkérdeztem tőle, hogy mi ez egész. Ő mondta, hogy van ez a sorozat, Pónik, mit tudom én, Brónik. Hát úgy először egy első reakcióm az így nekem is általában, mint talán mindenkinek, ez a jó, oké, és akkor te most így meleg vagy, vagy ezt, hogy mire kell vélni. Hát a sztereotípiák, ugye? Persze, hát ezt nem tudja senki elkerülni, sajnos. Igen. Igen. Belestem a hitába, mindegy. Hát szóval, és akkor úgy végül is én, hogy utána kerestem. Először én, megmondom őszintén, ne basszus, mindegy. Szóval én először csak egy képeket nézegettem. Mindig így mondta haverom a karakterek nevét, hogy hú, hogy ez milyen jó, mert mit tudom én, ő ebben a részben milyen jó volt. És akkor így rákeresgéltem a karakterekre. És tulajdonképpen én néztem, hogy hát basszus, ezek mocskos aranyosak.
Igen, nálam is ez volt, És egy ideig mindig csak így nézegettem karaktereket, mit tudom én, és egy előbb-utóbb úgy voltam vele, hogy jól van, megnézek egy részt, mert tényleg rohadt aranyosak, és talán első rész, amit láttam, az azt hiszem a Sonic Rainbow volt. Igen, a Sonic Rainbow volt. Rögtön magyar... az egyik legjobb volt. Igen. Igen, kicsit visszavesz az értékéből, hogy magyarul láttam, de... Aja. Hát úgy már kicsit... Úgy már kicsit mindegy. Jobb átállni az angolra, én azt mondom. Tehát, igen, azóta át is álltam teljes egészében magyarul, nem nézem egyáltalán. Nekem az a probléma, bocs, hogy közbevágok, hogy én pont fordítva... Tehát, hogy ez ki is fejtettem első podcastbe, szóval csak ennyit akartam hozzáfűzni. Nyugodtan vágják közben a te műsorod végül is, de... A mi műsorunk, bocsánat. Tehát nem csak én. Na szóval, és akkor... hát ugye elmondom, akkor jó van, ez így első rész, oké, megnézek még egyet, és hát úgy... Tudjátok már ez a szokásos, hogy jó, még egyet megnézek, de aztán most már leállok, mert ez most már ez egy jó, kezd csoklás. Ez már kicsit ciki, gondolom. Igen, és akkor, hogy na jó, még ez az utolsó, aztán most már tényleg vége, hát és aztán most már 4 évad lecsúszott a torkomon, szóval azóta, hogy ez egy ilyen kis egyszerű történet, de örömmel kavarodtam bele az ebben az egészben. Meg még azt akartam volna megkérdezni, ugyebár, hogy most már hallgatóink láthatták a videónál, hogy nagyon jó művész vagy. Tehát csak nézzétek megint meg azt a gyönyörű borítót, na? Így van, nézzetek rá, milyen szépes OC-k vannak ott. Zavarba hozol. Igen, de hát, hogy esetleg van-e még valami más, amit a kis közösségünkben, akár magyar, akár angol oldalról művelsz? Vagy hát, amit bevállalsz. Amit felmerek vállalni. Hát tulajdonképpen én ezt így most kezdtem igazán csak el nagyon ebbe bele ebbe a jobban tevékenykedésbe, az ilyen produktívabb munkába. Ugye, amit azt tudjátok ti is, amit ti ketten a hallgatók, azok nem valószínű, a szinkronos projektek, ami úgy megfenek lett egy kicsit, de majd főrázzuk. Sajnos. Majd főrázzuk, azt vigyed meg. Szóval azok, ugye a Audio Bruni, nem tudom be lehet mondani a csatorna nevét. Nyugodtan, hát Max Killinger. Ez itt a reklám helye, igen, az Audio Bruni csatorna, minden, most mindenki menjen és azonnal iratkozzon fel, meg különben dáldá lesz. Non-profit, szóval nyugodtan reklám. Szóval ott. Hát azon túl még ugye ezek a fordítások, amiket Retrotomnak küldtem így lektorálásra néhányszor, ugye ezek a képregények inkább, amikor mostanában nagyon rá is vagyok kattamva, még képregény olvasásra, nagyon tetszenek, azokat is fordítgatom. De szóval még ez a rajzolásban ebben csak így most kezdtem bele inkább. Há, igen, csak most kezdtél és... bele, ahhoz képest hallod? Hát igen, én is így néztem, mondom, úristen, hát ez én profi munkának hívom. Tehát én lehet, hogy nem lennék egy ugyanilyenre képes, mint amit itt prezentáltál. Ja, emlékszem, mert... Na jó, viszont a vektorokkal azért lényegesen könnyebb, mint mondjuk. Jó, hát igen, azt tudom, mert én is vektoroztam már. Igaz, saját rajzokat. Most itt, jó, most önreklám, elnézést, de ugye van egy nagyon régi Tumblr-öm, amit hát most már manapság nem folytatok, mert igazából hát nem is az, hogy ötletem nincs rajzokhoz, hanem hogy egyszerűen lusta vagyok már így azt megcsinálni, hogy lerajzolom füzetbe, lefényképezem, beolvasom gépen, és akkor még vektorozni rajta. Hanem úgy szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha szereznék magamnak mondjuk egy ilyen digitális rajztáblát, valami vakumot, egy jó félét, és akkor így közvetlen a gépen meg tudnám rajzolni, amit akarok. Igen, olyannal nekem is volt szerencsém most egy 2-3 hónapig ügyködni, kaptam kölcsönbe, nevileg a hónap végén majd újra vissza is kapom kölcsönbe még egyszer. Uh-huh. Tényleg egy jó cucc. El tudom képzelni. Mondjuk annyi hátulütője lehet, hogy ugye úgy kell nézni a monitort, hogy nem látod, hogy mit rajzol, illetve látod, hogy mit rajzol, ahhoz, csak nem úgy. Tehát, hogy... Ahhoz hozzá lehet szokni igazából, össze nekem is furcsa volt, hogy nem oda nézek, ahol rajzolok, szóval hogy nem ott látom a rajzot, ahol a tolvonások folynak, de ez így hozzá lehet szokni igazából, hozzászokik a szemed meg a kezed, így rááll a dologra. Na, ezt legalább örömmel hallom. Na, de folytatólagosan, Bence, kifaggatás után remélem nem utált meg minket a sok kérdés alatt.
Hát figyelj, ezért kicsit többet kell majd fizetni. Ja, jó, bocsánat. Ja, oké. Okay. Majd ezt ráírjuk a számládra, oké? Okay? Csörgetem pénzeket, jó? Na. Az egy 200-as volt. Ez egy, nem, ez egy 10 forintos volt, de bevállaljuk, jó? Na. Majd legközelebb sikerül. Na, szóval arra akartam kitérni, hogy ugye a Brony szó maga. Tehát, hogy ugye Brony-nak tartják magukat emberek. Például ugye én is, ugye. Túl sok lesz az, ugye. De ez, hogy Brony, és hogy kitartja magát Brony-nak, ez egy nagyon képlékeny dolog. Most mire gondolok erre? Mert külsősök általában azt szokták gondolni, hogy ugye az lesz végül is Brony, aki nézi a show-t, de ez nem biztosan van így. Sok... Nem minden esetben. Jó, nem minden esetben van így, köszönöm. Tehát, hogy találkoztam már, sőt, beszéltem is olyan emberre, aki úgy van, hogy megnézte a show-t, élvezte is magát a show-t, az MLP-t, és azt mondta, hogy ő nem Brony, ő nem akar részt venni a közösségbe, a közösségi életbe, mert azért annyira még sincs benne. És úgy engem is ez, engem is gondolkodóba ejtett, mondom, hogy én megnéztem a show-t, nagyon élveztem, tehát abszolút fannak találtam magam, vajon Brony vagyok-e? És ugye ekkor jönnek be ugye a zenészek, a rajzolók, a mindenki, akik ugye tesznek a közösségért, tesznek azért, hogy ugye a közösség nőjön, azért, hogy híres legyen, ahhoz, azért, hogy a sok fan, sok többi Brony ugye nézze, élvezze, amit ők tartalmat készítenek, és én úgy voltam, hogy hát hiába szeretem a show-t, amíg én nem tudok ilyen tartalmat adni, amíg nem tudok ilyen tartalommal besegíteni, én nem vagyok képes magamat Brony-nak gondolni. És ezért van az, hogy végül is én már fanya vagyok a show-nak nagyon régóta, nem tudom, tehát ez a dátumot én sem tudok mondani, de én már akkor ugye intenzíven néztem a sorozatot, amikor a második évad az első pár részénél tartott, de hát nemrégiben lettem Brony, nem tudom, pár hónapja, tehát amióta ugye úgy vagyok vele, hogy fordítok, stb. Azóta tartom magam végül is Brony-nak, mert most már valami, lehet, hogy nagyon pici, és tudod, ez a senki nem értékeli, ugyanakkor valami kis tartalommal tudok tenni a közösségért. Tehát én most már Brony-nak tartom magam, hogy esetleg ti ketten hogy vagytok így ezzel a gondolattal? Nos, hát akkor hadd kezdjem én, hogy én úgy vagyok ezzel, hogy mikor én megismertem magát a sorozatot, akkor igazából még nem mertem nagyon Brony-nak nevezni magam, mert mondom, ugye valamit tesznek a közösségért, ugye? Vagy valamilyen szinten részt vesznek a közösségben. És hát én ezt így nem nagyon éreztem magamnál még az első pár évben. És mert ugye csak annyi volt, hogy én néztem a sorozatot, szerettem, följártam Equestria Daily, ilyesmi, de úgy a fandomban nem voltam se ismert, se semmit, tehát nem voltam elhelyezve. És aztán azt hiszem 2 évvel ezelőtt, mikor a Hunbróni fórumra felregisztráltam, és így elkezdtem ismerkedni a magyar brónikkal. Na, akkor alakult ki bennem az a érzet, hogy na, akkor szerintem most kezdek brónivá válni, mert valamilyen szinten, ha lehet, hogy magyar közösségben is, de a közösségnek a része vagyok valamilyen szinten. Sőt. És hogy ha minimálisan is, de ismernek az emberek. Hát azt mondod, hogy csak a magyar közösség, vagy kérlek szépen, magyarok vagyunk, hát nem, hát, a saját közönségünkért teszünk, hát mi ez? Hát igen, szóval már azért is vállalkoztam be először inkább a Hunbróni fórumon, mint hogy most így felregisztrálok Equestria Daily-re, mert ott nagyon sokan vannak, és ott nem biztos, hogy meghallgatnának, meg mit tudom én. Ja, mondjuk ebben van hát, valami zsömle a tengerben, igen, az ember, igen. Elveszik. Igen, igen, igen. Úgyhogy hát, és most meg már végképp Brony-nak tudhatom magam, mert most már ugye videózunk. Ja. Amennyire ezt videózásnak lehet nevezni, de... Igen, videó, hát jó, podcast. Jó, de... MP3 formátum a videó. Jó, de én megígérem, hogy azért próbálok majd valami jó... Tehát valami másfajta videót is prezentálni, tehát ne az legyen, hogy csak podcastelünk, hanem... Mert ugye csak most indult el 2 hete ez a kis csatorna, tehát még most még nem vagyunk sehol. De ez még lehet máshogy. Amen. Tehát, hogy még annyi időnk van, hogy még bármivel előbb drukkolhatok. Igazából nem tudom, úgy vettem észre egy más helyeken, hogy ez a csak podcast tartalom
az úgy más nekem működik el egész jól. Hát ugyanakkor tudod, hogy nem szeretnék itt megállni, mint... Ja, igen, igen, mint, azt persze. Mint láttad, hogy én például oda megvicca vagyok a fanfictionökért, ezt lehet, hogy most ciki bevállalni, én akkor is, tehát ez a... Ne, figyelj, az talán még cikik, hogy én meghallgattam a felolvasásodat. Na hát figyelj, ez már legalább valami. De egyébként te meg kimaradtál a véleményezésből, szóval mielőtt nagyon túl haladnánk, azt megkérdezem még tőled is, hogy neked ez a Brony mint cím, mint rang, mi a véleményed? Hú, hát... igazából ez azok az alapján, amiket ti elmondtatok, ez a főleg, amit te, Tomi, hogy akkor érzed magad Bruninak, hogy a teszel is valamit a közösséget, hogyha benne vagy jobban. Igazából nem tudom, miután elkezdtem nézni egy jó darabig, még csak, hát ugye, akit mondtam is, ugye azzal, akit említettem haverommal, inkább csak vele beszélgettünk ilyen dolgokról, nem igazán voltam így benne a közösségben jobban, csak a sort néztem, szóval igazából addig a pontig, amíg nem találtam igazából a Hunbróni fórumra, az valamikor talán nyáron volt, valamelyik nyáron 2 évvel ezelőtt, amikor az Equestria Girls filmet néztem, akkor azt ott valahogy ugye rátaláltam a fórumra, vagy nem a fórumra, a blogra, bocsánat, és akkor úgy onnantól kezdve igazából kezdtem ezt úgy jobban a közösségbe is, hát legalábbis annyira, olyan szinten részt venni, hogy legalábbis kommenteltem, meg ott voltam effektíve, ilyen bejegyzések alatt. És egyébként a Humbroni blogra arra hogy találtál rá, mert és speciál úgy, hogy Equestria Daily maszkáltam, és akkor maszkálok, mondom, végigfutott az agyam, mondom, neán vannak magyarok is ebben, és ez a kapás beírtam keresőbe, hogy Brony magyar kidobta, szóval. És nálam is ugyanez volt, tehát egy cipőben járunk, Tomi. Nálam, hát úgy lehet, hogy most én vagyok a kivétel, a kötelező kivétel, ugye? Nálam ez úgy volt. Tudod, kivétel erősíti a szabályt, bocsánat, hogy közben szóltam. Igen. Szóval nálam ez úgy volt, hogy ugye mondom, az Equestria Girls filmet megnéztem angolul, simán felirat minden nélkül, de nem igazán tudtam valami jól angolul akkor még. Ezért, amikor kijött hozzá felirat, egyik YouTube-os videóstól, akit úgy követtem, nem tudom a nevét szabad mondani, hogy Flatterdes, igen. Őtől rakta ki, és akkor egy kommentbe alatta valaki írta, hogy már kim van szinkronnal, vagy hogy már kim van, azt hiszem, szinkronnal, vagy nem tudom, hogy hogyan, Hunbronin. És akkor nézem, hogy mi ez a Hunbronin, milyen magyar Brony, ez megnézem, rákeresek, és akkor nézem, hogy itt így minden így egyben, a részek is rendesen, azt arra, hogy én meg szórakoztam azzal, hogy akkor most inda videó, mert hogy a YouTube letiltja, mert mit tudom én, itt meg itt van, rendesen, jó van. Hát csak úgy igazából onnantól, hogy kezdtem úgy jobban oda is belemélyülni a dolgokba. Szóval, ha már eddig arról beszéltünk, hogy a Brony mint úgynevezett cím, amit az ember magának kér, ugye vannak lányrajongók is bőven. De rangot? Igen, rangot. Tehát vannak lány... Vagy titulus. Titulus. Az persze. Lehet ezt is fokozni. Nemesi cím. Akkor van inkább titulus, mert az legalább magyar, de... Na, szóval ugye vannak női rajongók is éppen elegen MLP-be, és hát ugye rájuk ragadt ez a Pegasister dolog. Na de most ez elég sokan, ahogy nézem, mert előttem, most direkt előszedtem a statisztikát is, hogy a Pegasisterek elég nagy része, sőt, majd 70%-a azt mondja, hogy a Pegasister elnevezés nekik nem tetszik, sőt, inkább jobban szeretnék magát a Brony elnevezést a lányok. És hogy ezzel ti hogy vagytok, mert például én a Pegasister nem, nekem nem tetszik, nagyon nem tetszik. Hát én úgy vagyok vele, hogy nekem se tetszik, tehát hogy végül is, de igazából engem nem izgat, mivel nem vagyok lány. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ezt a lányok döntsék el maguk, hogy igazából melyik elnevezést szeretik jobban most, hogy Brony vagy Pegasister, tehát
ez már nem én függő, ez már nem rajtunk múlik, hanem ezt már ők döntik el. Azért nem azt kérdeztem, hogy most új törvényt kell hoznod, hanem hogy mi a véleményed. Ja, hát vélemény? Hát nem csodálkozok azon, hogy a Brony nevet azt így ki akarják maguknak így harcolni, mert tényleg ez a Pegasister, most nem fikázásból mondom, de azért picit olyan... Erőltetett. Olyan, nem is azt, hogy erőltetett. Nem is sem olyan jól, mint a Brony, igazából szerintem. Hát is, meg igazából én részemről ez olyan, mint hogyha lekezelnénk a lányokat, hogy ők mintha különbek lennének nálunk. Tehát egy picit olyan ez a Pegasister megnevezés. Ujjaj, szítod az feminizmus megint. Jó, most nem arról volt szó, nem baj. Meglátom, jó. Egyébként tudod a feminizmus, meg a nemi egyenlőség nem ugyanaz, de ez most egy teljesen másik téma, szóval ebben most nem mennék bele. Tudom. Jó. Internet oda meg vissza tele van vele. Hát igen. Most annyira akartam mondani valamit, de ezt inkább... Tudom, akkor mondjad! Úgyis kivágjuk. Jó, igen. Nem, ezt most hagyjuk. Na. De igazából, ez a Pegasister, ez... Talán azért, mert nem olyan könnyen a szádra igazából, de mondjuk nekem speciál van egy lány ismerősöm. egy lány ismerősöm, de mármint, hogy úgy, aki Bróninak mondaná magát, de tulajdonképpen pont az, hogy nem mondja, mert szerinte ő azért nem Bróni, mert hogy lány, és a Bróni az a brother, ugye bro, igen. Szóból jön. És úgy, ő igazából úgy nem is volt így képbe vele, hogy akkor ugye én akkor szóltam neki, hogy van erre ez a Pegasister kifejezés, de úgy ő nem is volt igazából képbe a dologgal, hogy így van egy ilyen, hogy Pegasister, hogy csak a lányokra. De viszont olyan is hallottam már igazából, aki azt mondja, hogy a Bróni az már inkább egy gyűjtő fogalom. Így beletartoznak a fiúk és a lányok is. Én megmondom az elét, hogy én a kezdettől fogva, sőt, én elég későn hallottam a Pegasister szót is magát. Tehát én azt hittem, hogy ez egy gyűjtő fogalom azoknak, az MLP fanoknak, akik végül is ilyen, hát akik kiérdemlik saját maguk előtt ezt a címet. Én azt hittem, hogy ez egy gyűjtő fogalom kell. Hogy nincsen. Hát, hogy látom, azért jól figyelti arra, amit mondtam. Pont erre beszéltem, nem vagy? Igen, tehát én csak megerősíteni akartalak, bocsánat, na. Várjátok, most nekem eszembe jutott egy olyan hey, mister, oh, mister, I'm not a Pegasister. Az, mit a... Ez Tominak a fárasztó poénja, hinnál is rosszabb volt. Á, köszi, ez jó, köszönöm. Nézőktől is elnézést kérek, hogyha valaki most agyst kapott, akkor... Igaz. Jó, mondjuk azokat nehéz alulmulni, mert csak kettőt mondtatok, mert nekem nem emlékszem már igazából, még kettő volt, az nem csak tudok emlékezni. Ennyit a vicceimről, igen. De kisüttől az agyam. De nem tudom, hogy egyébként vicces vagy. De tök jó poénjaid vannak, de meg ne sértődj, ja, Tomi. Tudom. Nem, most én sem tudok meg, mert nekem nincsen jó poénom. Jó vagy már, minden beszélgetésben én vagyok a boxzsák, na. Szóval, ja, maradjunk ennyibe. Nem, hogy a beatbox lennél, mi? A beatboxzsák. Ez most megint nagyon fájt. Na. Ez most igen, ez egy szar poén volt, ezt kívánok, jó? Te mondtad, ez már... Amit mondtál, az úgy maradt. Na, de akkor folytassuk is tovább ezt a ilyen komoly beszélgetést. Hát, na, komolyra fordítva a szót. Ugye, mindannyiunknak lehetett az a... Hát élménye, hogy úgy is mondjam, hogy mikor ugye Brónivá vált, és ugye elkezdte nézni a sorozatot, hogy hát, hogy a szülők nehogy megtudják. És hogy ugye van, akinél ez így működik, tehát hogy van, akinek a mai napig nem tudja édesanyja, édesapja, esetleg még a testvére is, hogy egyáltalán tud a létezéséről erről a sorozatnak. Viszont... Nem tudod, és akkor így két testvér, két szobába ott nézik mind a ketten egymás másiknak a szobába, vagy a különböző szobába a sorozatot, és akkor így azon gondolkozok, hogy jaj, csak a testvérem csak nem, hogy ő is meg tudja, hogy Na, és lényeg az, hogy hát ugye, hogy most a témának azt hoztuk fel, hogy
hogy a mi szüleink mit gondoltak erről, mert ugye ez egy kis érdekes kis dolog, hogy meg ezt így poén megosztani szerintünk, és hát ugye Retro Tomit most kunyarálta, jó, ez nem jó kifejezés, tehát hogy kérte, hogy akkor ő hadd kezdje el erről, vagy hadd kezdjen el erről majd beszélni. Jó, rendben, akkor én mondom is, hogy ugye megtörtént a Brunival válás, és hát mondom, hosszú távon ezt nem lehet titkolni, én mondom, akkor így szépen lassan csöpögtetve eladjuk nálam. Ez a csöpögtetve, ez úgy nézett ki, hogy böngésztem az újságot, az egyik nagy marketét, és láttam, hogy fú, hát olcsó lesz a Main Six, ilyen tök vagány kis figurába, mondom, ez nekem kell, és így van még szülem elé viccesen, hogy na hát én ezt megveszem, és akkor erre nem gondolt komolyan, de én ezt meg akarom venni, na hát nem vettek komolyan, tök mindegy, és akkor egyszer, hát nekem van egy külön kis lakásom, és szüleim meg följöttek meglátogatni egyszer, és a szobforgó figurák kint figyeltek ki peckesen a legfelső polcom tetején, tehát ez az ember belép a szobába, és azt látja meg legelőször. Uh-huh. És akkor gondoltad, én meg várom a reakciókat, tehát apám az nem vette észre, anyám az észrevette, és így nem szól, és már a végén mondom... De magából elkönyvelte, hogy más dolgok felé vonzott, így nem tekintetében. Hát nem tudom, hogy mire gondoltak, és akkor én meg már nem bírtam tovább, mondom, és akkor ez a ott vannak a pónik a polcomon, mit szóltok hozzá? Tehát így ezt föl kellett tennem ezt a kérdést valahogy így, mert mondom, hát ez nem igaz. Ez a reakció. Hát, szép. Nem is a reakció, hanem, hogy érted, hogy Tomi ott így belehajol a szüleinek a képébe, és akkor ott vannak a polcon a rohadt pónik! Szeretem őket nézni! Mi a véleményetek? Ne bántsatok, létszik! De várja, mert is akkor apám az úgy volt, hogy akkor így hirtelen fölnéz az izére, mert nem is hirtelen, nem szépen lassan, csak fölnéz a polcra, és akkor ez a, te ezt komolyan gondoltad? Mondom, hát ott vannak a polcon, nem? Hát, jó van. A fateromtól annyit kaptam, hogy nem tudom, egy pár hónapig, meg néha még most is így elszórja, hogy na, és csillámpónit veszel-e? Ha valahova megyünk, ezt így elszórja nekem néha-néha, egyre jobban irítál, by the way. És akkor várja, anyám reakció így ránéz a polcra, vissza rám, hát, most már egyetemista vagy, valami ilyet vártam. Jó! Tehát nem tudom, tehát ez lehet még megalázóbb, volt, mint hogyha azt mondják, hogy fiam, te buzi vagy, vagy valami, tehát nem tudom, tehát ennél rosszabbat nem mondhatott volna szerintem. Haj, de jó vagy. Valami ilyesmit vártam. Aztán. Jézus úristen. De jó, ez kicsit azért durva volt. Ő számított részén. Rá. Számított rá, jó? Na, akkor én viszont folytatom, vagy tudod mit? Inkább mondd, Bence, te, és majd én utoljára elmondom. Hú, most. Most megleptél. Na jó, hát... Én nekem is hasonlóan, hogyan mondjam, érdekes történetem van ezzel kapcsolatban. Nekem talán akkor volt ez, amikor nagyon így jött a nagy leleplezés, a vallomás, amikor volt most nemrég ez a nagy bruni piknik. Igen, amit Tamásra szervezkedtünk is, hogy akkor majd hol találkozunk, hol ezért, mit tudom én, hogyan megyünk, hogy fogunk blitzelni. Ja? Pont így hárman beszéltük meg, nem? Én úgy emlékszem, hogy... Igen, így? Nem, hogy csak... Nem csak kettő, vagy nem tudom. Hát ti megbeszéltétek, utána én is beszéltem még Tomával, mert ugye, hogy én is el akartam menni. És akkor úgy már megvoltunk hárman, hogy na, akkor hárman kigyalogunk szépen a Városligetbe. Csak probléma ugye az volt, hogy közben te belázasodtál. Igen, hát szóval én ott úgy lebetegedtem, nem tudtam elmenni. Hát, that's life, mindegy. És akkor még az alatt, hogy lebetegedtem volna, ugye ott már hát olyankor elég kellett állni a szülőnek, hogy hát akkor én el akarok menni Budapestre. Innen kis Istenháta mögötti falucskából. Még nem tudom, hogy hány százezeres város, de az Istenháta mögötti kis falucska. Mindegy. Hát ugyanabban a cipőben járunk. Na, mondjuk szerintem százezeres azért nincsen. Na, de szóval, és akkor eljállok, anyám nevelapám kint a konyhába.
el szeretnék menni Budapestre, ekkor meg ekkor, piknikezni, elvisztek-e? És akkor így néznek rám, hogy mi piknik, mit akar ez a gyerek, érted, hogy most enni azt itthon is tud, miért akar ez elmenni piknikezni Budapestre. És akkor így mondom, hogy hát ez egy ilyen találkozó lesz, és akkor milyen találkozó? Hát ilyen, ez egy ilyen bizonyos bróni találkozó. Mi az a bróni? Tudod, ez az egy feje, hogy mi van egészséged, de vagy most mit akarsz, mit mondjak erre? Please tell me, what is this? Igen. És akkor mondom, hát ez azok a brónik, akik így szeretik a ilyen kicsi Pony Rice film sorozatot, és akkor tudod, ez már ez a nagyon lehajtott fej, így magam abban motyogva, hogy a Pony Rice-eket szeretik, azok a brónik. Ja, és akkor ez a, mondd még egyszer, fiam, nem hallottam. Igen, és akkor így anyám így üzél, hogy hát jó van, akkor mit tudom én, ezt megbeszéljük, hogy elviszünk-e, vagy elviszlek-e, és akkor nevelő apám meg így, hogy mi a, illék a, bocsánat, ezért, kifejezése a buzik. Ez a nagyon fölkapta a fejét, csak így hirtelen a buzik. El tudunk készíteni egy reakció, hogy te Rainbow Pride-ra mész? Vagy mi ez? Hát és akkor ugye neki ott még ugye amikor ezeket szavakat így rám olvasta, ezeket a szavakat, és így szemmel vert, nevelő apám tulajdonképpen. Az igen. Hogy nézd, hogy mi van. Ott még egy kicsit magyarázkodni kell, hát, hogy nem buzik, nem tudom, tudod, ez a nagyon kínos magyarázkodás. Igen. Aztán egy idő után úgy sikerült őket így megértetni a dolgokat, mit tudom én, abba is belementek, hogy jó, akkor elvisznek Budapestre, aztán meg onnantól hazajövök. Ugye itt azért ugye oda is mehettem volna vonattal, csak ugye az volt a lényeg, hogy elvisznek, hogy itt meggyőződjenek arról, hogy retroltam, akivel ott találkoztam volna, nem valami pedofil, és nem ragad el. Ja, igen. Várj, jól emlékszem, mintha üzét is küldtem volna, nem? Küldtél egy önéletrajzot. Küldtem egy önéletrajzot, tényleg. Az a sajnos is. Erről viszont ez nekem, kimaradt ez az információ, oké. Okay. az már nincs meg sajnos, de nem baj. Sokkal jobb van egyébként. Igen, abban már benne van végzettsége, cukros kocsi vezető, meg hallod, benne van az a kép, tehát a csúnya fejem, benne van még azében. Igen, amit elküldtem. Tehát igen, tehát látjátok, erről ez a vélemény. Tehát az én fejem, az jaj. Az a te fejed. Csak annyi, hogy te olyan vagy, mint Sámson, csak nem a hajadat nem szabad leborotani, hanem szakálladat. Erről van itt nagy bosszú. És akkor ugye megint jön az a sztereotípia, hogy a neckbeard szakállas brónik, de hát sajnos ez van. Jó, figyelj, nekem van itt egy fedórám. Ja? Úgy, na látod. Jobb. Egyébként ez a megszólásról most annyi már, mint hogy neckbeard brónik, hogy a férfiak most nézzenek magukba. Mindenki. Előbb-utóbb minden férfi meg fog szőrösödni. Ez egy elkerülhetetlen dolog. Ne mondjátok már nekem azt, hogy neckbeard brownie, bakker. Ez egy nem egy külön dolog. Minden férfi neckbeard, akinek úgy nő a szőre. Tehát egyszerűen ez megint egy ilyen sztereotípia igazából. Hát akkor is borotva. Borotva. Igen, jó, én bevallom, én borotválom a arcomat, szóval... Jó, de én is persze, de Tomi, neked, de ne, te olyan messzire tartsad magad távol a borotvát, amennyire csak tudod. Mert ő neki nem áll jó, hogyha... Nagyon nem. Nagyon nem. Jó. Nem tudom, azt mondtam, hogyha nagyon bevállalós vagy, és nem szégyeled, akkor még a adásba is bevághatnád azt a képet, szerintem azon nagy röhögés lenne. Nem. Nem kaptok. Majd máskor, hallod, majd egy máskor. Majd egy jubileum, a 100. adásnál, hallod? Jaj. Így van, hát az még van, hallod. Oda már más beszéltünk meg, Tomi, oda már más beszéltünk meg. Ja, tényleg. Jaj, na. Na, de most már Léci Jéger, mondd el te is. Na, akkor elmondom egyébként, én is. Egyébként még csak annyit szeretnék meg hozzáfűzni, hogy nevelapám azóta is előszeretettel viccelődik ezzel, hogy a pónirok sokkal magak a buzik. Ja, hát... Bármikor fölhozom, de egyébként teljesen jó indulatú van. Ja, hát még az a szerencse, hogy... Igen. Na, de akkor én is elmondanám a kis sztorimat. Hát érdekes. Tehát, hogy igazából úgy kezdődött, hogy... Egyik nap így hazajöttem, bekapcsoltam a gépet, és ugye már annyira megszerettem a sorozatot, hogy bemertem magamnak vállalni azt, hogy na akkor majd háttérképnek kiteszem a kis 6-os fogatot. Yeah. Oké. Kitettem, mindegy.
így nagyból hallgatom a zenét, meg minden, nem is tudom, és akkor egyszer csak az van, hogy apám bejön, valamit akart mondani, és akkor így elmondta, oké, és akkor meglátta az asztalomon, hogy pónik vannak, és akkor reakciója, hogy várjatok! Hát erre nem eltalak, büdös kölke! Na, hát mondjam el, tehát egy reakciója, hogy fiam, ez micsoda? Mondom, hát pónik. Milyen pónik? Mondom, My Little Pónik. De most komolyan ezt szereted? Hát mondom, igen. És akkor a legjobb a poén, hát még mindig jobb, mint hogyha Britney Spears hallgatná. Na mondom, win, mondom, legjobb, best apuka ever, tehát ilyen reakcióm volt, az biztos. Tehát jó, most bocsánat itt a Britney Spears fanoknak előre is, tehát hogy... De komolyan... Nem hiszem, hogy olyan sok lenne, aki itt most ezt az adást hallgatja. Hát igen, de hát ki tudhatja, hogy tudod, tehát... Tehát ez én, amikor ezt így megkérdeztem, hát mondom... Ez körülbelül annyit jelent, hogy jobb, mint a semmi. Hát mondjuk igen, de akkor is. Ez... Na mindegy, aztán hát úgy volt, hogy elsőnek furcsálták, igazából édesapám az, aki furcsálta, édesanyámat annyira nem kötötte le, mert ő olyan volt, hogy ismert már egy ideje, aztán mindenben benne vagyok, tehát hogy így annyira nem érdekelte. Édesapám az, hát furcsálta egy picit, utána elfogadta, hogy ez van, és aztán, hát ez tartott egy évig, vagy kettő, utána volt az, hogy ugye van a National Geographic nevű csatorna, most reklám megint, nem baj, és... Azoknak ez a 8 néző, amit mi hozunk, az már nem akkora nagy reklám, szóval... Az biztos, na. Igen, a National Geographic. Na, tehát a lényeg az, hogy ugye ott volt ez a... Hogy hívták a srácot, mindjárt mondom, a... Ez a szubkultúrák... Ó, az a... Jaj, várjál, tudom, hogy hívták tényleg, valami, nem valami Jade vagy Wade? Nem valami. Mindegy, nem jut eszembe most a csávónak a neve. Majd úgyis linkeled. Valami Macmullen, azt hiszem Macmullen, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És ugye ő az a srác, aki ilyen mindenféle ilyen közösségekbe elmegy megismerni azt a közösséget. Darren. Igen, azaz. Darren Macmullen. Macmullen. Igen, azaz, köszi. Na, tehát neki volt ez a sorozata, hogy így mindenféle ilyen közösségbe elmegy, és ugye hát kitanulja, hogy miket csinálnak, miért, mit csinálnak, ilyesmi. És ugye az első epizód az rögtön azzal kezd, hogy ugye a Brony közösség. Na most ebből egy 5 perc az, ami ez lefoglalt, tehát hogy 5 percig van róla szó igazából, utána már egy teljesen másik közösséget hoznak elő. De azt így De ott legalább táncol a Brownie-konon a színpadon fönn. Így van, beöltözött, tudod, beöltözött Big Macintosh-nak. És akkor lényeg az, hogy ezt így apám megnézte már késő este, én akkor már aludtam, meg édesanyám is, és másnap mondja nekem apa, hogy figyelj fiam, láttam ezt a dokumentumfilmet, és így hogy így mondta, hogy tök jó pofa az, hogy így a csávókák így mennek, és akkor vállukon ott van a kis Twilight plüss, meg mit tudom én. És akkor így mondom neki, ugye milyen jó? És akkor megkérdeztem tőle egy kíváncsiságból, ugye, mert meg akartam nézni én is, hogy te figyelj már, ezt nem ismétlik valamikor? És akkor mondta, hogy de pont ma este, 7-kor, mit tudom én, és akkor oda feküdtem az ágy mellé, és akkor így megnéztük ketten, sőt, akkor már lehet, hogy édesanyámmal is megnéztük, és akkor így mondtam apámnak az ilyen információkat, ugye, amiket a dokumentumfilmben ott abban az 5 percben nem mondtak el, és akkor ez a aha, meg így bólogat meg minden, és akkor hogy így látom rajta, hogy na kezdi megszeretni így a közösséget, tehát hogy illetve ha nem is megszeretni, de hogy így elfogadni, hogy a fia ilyen elfogadja, hogy ez így van, igen. Tehát, hogy... Na, tehát bocsi. Lényegében tehát akkor rövidre fogom, először így furcsát, és utána egy idő után azt mondta, hogy nem is rossz ez. Még mindig jobb, mint hogyha izé lenne. Mint a Britney Spears. Mint a Britney Spears, igen. Ja, meg még várjatok, mert még azt is hozzátette, azt hiszem, hogy mikor említette nekem, hogy látta, mikor én még nem láttam, hogy hogy a Browniknak a nagyon sok, a 98 vagy mennyi százalék a hetero, és hogy ez így hú, apám, hogy pont ezt jegyezted meg. Tehát, hogy ja. Ez legalább pozitívum.
Na, akkor ezt is kiveséztük. Na, viszont akkor következő témának. Én most egy, hát nem éppen reklámként, már most megint ugye a reklám szóba jön. Dehogy nem. Jó, igen, igazad van, reklámként. Van szerencsém bemutatni nektek a Petyóka névre hallgató úriember csatornáját, a Giga Herceged. Igen. Ami egy ilyen, hát, ilyen sorozatokkal foglalkozó, ilyen kis review csatornának is mondhatnám. Ilyen pontosabbak, mert hát ha valaki várna a Barátok közt ezért kritikát, aztán oda megy, és nincsen semmi rajzfilmekkel egyébként. De igen, rajzfilm, tehát köszi, hogy kijavítottál, a rajzfilmekkel fog foglalkozni. És ugye most itt van velünk Bence, aki ennek a sorozatnak hát része. Része, igen, keményen, mert ő az egyik hang, aki ugye beszél ezekben a bemutatókban. Igen, igen. Amiből van összesen eddig egy. Az első az ez a kis channel intro inkább, de hát de még az is, én még azt is élveztem nagyon igazából. Hát tudod, a pilóta epizód, mint mindig. Igen. Igen. Na, de hogy egyébként ezt szeretnék téged megkérdezni, ugye te vagy a hang, te vagy a hang a gép mögött, és hogy valami benefentes információra esetleg tudsz nekünk mondani, vagy készül le valami, azért, vagy esetleg, hogy milyen ez, milyen Petyókával dolgozni, ilyenek, tehát hát igen. Hát ez nem is tudom, olyan belsőséges információk. Tudod, államtitok. Államtitok, de jó pénzért ezt is kiadom. Jaj. Ezt is ráírjuk a számládra, én előre érzem. Igen. Egyébként Petyóval egész jó dolgozni, ugye már elég régóta, úgy, hát még őt is ebben a szinkron projektben ismertem meg, és úgy egész jó, elég jó barátok vagyunk Petyóval is, és igazából egy élmény vele dolgozni, és úgy sokszor kikéri a véleményemet, úgy rám ír, hogyha éppen befejezett valami kis részletet, hogy hú, nézd már, mit tudom én, vagy szerinted ez így jó, ez így korrekt. Például aztán volt egy, hogy az első videóhoz kérdezte, hogy az úgy nagyon gáz-e, hogyha az első videóban egyből kopizom Dancsót, Hörbit, meg Bartost egyszerre. Igen. Hát, ja. Megmondtam neki, hogy nyugodtan figyelj, amíg fizetnek ért, vagy amíg fizetsz érte, addig semmi gond. Amíg copyright, tudod. Igen. Ráadásul három is. Egyszerre. De ugyanakkor talán úgy elmondom a véleményemet, én is kikéri. Meg tulajdonképpen mondtátok, hogy igen, én vagyok a hang a számítógép mögött. Ez tulajdonképpen egy ilyen rendező, vagy akár producer karakter akart úgy lenni. De később már nem csak, ez most egy ilyen kulisszat titok talán megosztatom, hogy később már nem csak hang lesz ott, hanem ugye már én is megcsináltam a saját OC-mat, azt Petyó meg is kért, hogy akkor én majd azt ott körbevektorizálgatom, és akkor majd ez is benne lesz. Meg egyébként úgy saját szövegeimet általában én írom meg. Általában. Ez általában. Jó, kettőhöz már írtam, na hát. Ja, hát. Igen. Meg egyébként azt hát így megjegyezni, hogy ugye Petyót én is ismertem ez a szinkron csapatból, de megmondom az összét, hogy én Petyókával nem ültem le úgy soha beszélgetni, tehát nekem leginkább az ő hangja, mint normális beszédhang, mert ahogy a gigaherceg beszél, gondolom, hogy neki az a normális beszédhangja. Többé-kevésbé. Egy kicsit olyan, ővé az kicsit olyan komolyabb. Értem. Szóval az a gigaherceg nagyon, ez a gigaherceg egy kicsit inkább, de Petyó az kicsit visszafogottabb. Azért, mert megmondom az őszintét, hogy Petyónak én kétféle hangját hallottam, egy és ugyanazon hangfájtból, ami valahogyan fölkerült a számítógépemre. Tehát az sejtem, hogy mi volt, igen, és hogyan került fel oda. Tehát az a Petyóról nekem ez a két hang van meg, tehát az egyik, hogy a legidegesítőbb költői kérdés, amit valaha hallottam. Tehát nekem ez volt Petyók, és a gigaherceg, ez nem tudom, tehát ez a nagyon hirtelen és nagyon pozitív csalódás. Nem, szóval nem olyan a, és hát nem olyan a hangja, mint amit te először hallottál, ez a bitch pinky tulajdonképpen, amit igen, a pont mobhoz. Igen. Igen. Jó,
Egyébként most én sem. Nem is tudom, mikor hallottam utoljára Petyókát, tehát a gigahertzen kívül, tehát hogy így élő beszél, vagy Skype beszélgetésen keresztül. Elsősorban. Régen volt már. Egyon. Igen, nem tudom, nekem Petyók ugye általában az az ember, aki hajnal 1:30 van, unom a fejem. Szevasz Petyó, akarsz beszélni? Ja. És akkor eltelik az idő. Ja, igen. Nagyon jó fej, ember pedig egyébként, Petyó. Szóval igen. Leginkább gigahertzekre megmondom, talán én ragaszkodtam a legjobban, mert hogy ami kim van, másfél epizód, akkor egyezünk ki abba. Jó. Másfél epizód, az például nekem nagyon tetszett. Tehát az ötlet is már maga jó, és megmondom, hogy az OC az nagyon tetszetős nekem. A hangja meg nagyon illik hozzá, amit... Így van. Amit, nem tudom, tehát én nagyon imádom a saját magam is egyébként, ilyen hobbi szinten szinkron színész vagyok, és a Broni közösségben nyilván, és hogy a hangokat eltalanított, az nekem nagy kihívás. Egy vicces sztori velem kapcsolatban, hogy egyszer volt olyan, hogy suliban nem nagyon vannak olyan ismerősöm, akivel jobban leszoktam ülni, beszélgetni. Tehát ez a elmegyek oda, visszajövök, úgyhogy egy mocskos szót nem szóltam, tehát igen, és volt olyan, hogy ugye felvétel. Elmegyek suliba, hazajövök, eszek, mit tudom én, megint felvétel. És ugye másnak a hangján beszélek, és egy nap fölkeltem úgy, hogy nekem mi az eredeti hangom? És vissza kellett hallgatnom egy felvételt annó, hogy nekem melyik is volt a hangom. Azt a mindenit. Volt velem egy ilyen, tehát nem tudom, lehet, hogy csak nekem vannak ilyen hülye dolgaim, de velem ez megtörtént, hogy 3 napig nem szólaltam meg a saját hangomon, és elfejtettem, hogy hogy szoktam beszélni. Azt a mindenit. Jól van. Tomi, most szívénk csak így ehhez a témához fűzve, hogy a hangokat eltalálni, és ugye a szinkron, ez az amatőr szinkron szinkronszínész kérdés, a hangokat eltalálni. Ezt már mondtam neked, Tomi, kétszer, igen, neked még csak egyszer az előbb, de a nézők még nem hallották, hogy szintén csak egy olyan emberrel beszélsz még mindig, aki egy éve nem kap mást, csak női hangokat szerepként. Szóval... Légy szíves. De hát az ma olyan profi megy, hallod? Hát az igen. Egyébként nem tudom, tehát ez a valaki meghallja ugye normális ezt a hangodat, ami most beszél, meg ugye meghallgatja a másikat, nem tudom, hogy világ törik össze benne. Igen, tudod, nyilván neki ez volt a világa, hogy akkor nekem most ilyen hangom van, és akkor meghallja az igazit, hogy te jó, és elviszi egybe a szívroham szerencsétlen. Hát most képzeljétek el azt a képet, hogy én most így elkezdenek ilyen pinkipályosan beszélni, és akkor utána ezt visszahallod, hogy én hogy beszélek normálisan, hát... Igen. Nem ismernék se magamra, se semmi, tehát hogy... Ja, mondjuk a mostani pinkim, amit kikaptam, az mondjuk eredetileg, mondjuk az előzőnek is eredetileg férfi adta a hangját, de viszont az nagyon nőies hang volt, a mostani viszont nem túlzottan egy nőies hang, de attól függetlenül még benne kell lenni ennek a enyhén nőiességnek, hogy érződjön a dolog. Jaj, szinkron színészet, imádunk. Ja. Igen, igen, igen. Na, de most következőleg kérlek szépen én beszélnék egy fanfictionről, amit nem is olyan rég olvastam el, és megint nem akarok pózolködni, ez egy ilyen visszatérő dolog, hogy mindig azt mondom, hogy nem akarok pózolködni, az Ikveszél Dériről hallottam. De megmondom az igazat, Tamás. De megmondom az igazat, Jéger, hogy... Hogy már, hogy te mémed, aztán te ne tudjad már jól. Hát ez az, tehát... rosszul mondta, és látod, lekopiztam, azért nem sikerült. Na, tehát megmondom az őszintét, hogy én a Happy Hour-t ugye, az Ekveszi a Déliről hallottam, és ez egy fenomenális egy sztori. Túl sok spoiler nélkül, a lényeg az, hogy 4 jól ismert szereplőnk összeül egy esti kis iszogatásra és pókerezésre. Név szerint Big McIntosh, Soarin a Wonderboltsból, Brayburn, ugye Applejack kuzinja Apple Lusából, mármint Apple Lusából! És... Mit mondtál, hogy Brayburn? Brayburn. Jó, oké, kicsit... Félreértettem, mindegy. Most ők inkább jól létszik. Jó, hagyjuk, és az utolsó tag pedig, aki a Karamel névre hallgatna, most ő egy eléggé háttérkarakter, lehet, hogy többen nem is tudják, hogy kiről van szó. Ő is az Apple Lusztában volt, nem? Vagy volt nem, már? Nem, ő... Milyen neve? Karamel.
Tehát, hú, de várják. Tehát ez a világos barna bunda és sötétebb barna haj, a ó, igen, a Cutie Mark meg három pata. Igen, ő izébe is volt, nem? Amikor húzták a gálára, ő volt egyik, aki húzta a gálára a pontosan. Kocsit, a almát. Igen, meg hogyha valakinek segít, akkor ő volt például az, aki tehát akit a Winter Wrap-up-ba Applejack szíd, mert hogy elhagyta a fűmagokat. Tényleg. Tehát hogyha ez valakinek segít, akkor ez volt az, és akkor, tehát ugye ők négyen, ők ilyen, hát régi barátok, és van egy ilyen szokásuk, hogy néha-néha leülnek egyet pokerezni, és az egésznek... PokerStars.com Na. Poker Night at the Inventory. Ja. Yeah. Azt... Sok lesz most már reklám. Na, tehát a műsor elejére egy kirakik, hogy ez a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Jéger, igen, vagy kiírom. Jéger, na. Tehát a fanfiction rögtön úgy nyit, hogy ugye bemutatja a karaktereket, minden négyet, és hogy ugye hogy készülődnek. Itt külön ki kéne emelnem Karamelt, aki ugye dörpi módra, ugye, mint mondtuk, hogy kicsit szerencsétlen és kapkoros. És az a kép tárul elénk, hogy ugye ő elkésett, tehát későn állt neki pakolni, meg stb. És körülbelül mindent egyszerre akar csinálni. Tehát most, hogy ugye egyszer akar pakolni, egyszer akar sütni, egyszer akar mindent csinálni, és az történik, hogy szerencsétlen Málna pitéjét, ő hirtelen ugye megfogja a kesztyűk nélkül, keresztül dobja azén a konyháján, majd végül belelép, és így ahogy próbálja megmenteni a maradék süteményt, amiben még nem lépett bele, ugye így keni saját magán szét a tartalmát, a pitének, a lekvárt, ugye azt a vörös izét, vörös szószt, ugye a legnagyobb késsel, amit hirtelen talált kapásból, és akkor ugye kopogtat Big Mac, hogy na, most már izé menni kéne, vagy mi van, és a csávó meg az ugye teljesen izé elvon már szálva, mert hát késik meg minden, és így késsel a kezébe az arcáról vörös, csöpögő szósszal megy Big Mac-hez, hogy jó, mindjárt kész leszek. Ó, jaj. Te jó ég. Tehát ez az egyik ilyen, ami nagyon ütött nálam, az egész hatalmas és tartja a szintet. A másik ilyen pont, ami nálam még nagyon ütött a fanfictionbe, az volt, amikor a vége felé, hát ugye iszogatás, és azt kell tudni még, hogy Sorin nem nagyon tud pókerezni, és emellett nagyon iszákos. tehát, hogy folyamatosan vedeli a tekilát, és a végére már olyan gondolatokat ismerünk meg tőle. Tehát most képzeljétek el azt, hogy ő ütögeti az asztalt, hogy mert már nem bírja normálisan fölemenni a lapokat, és azt várja, hogy majd a kártyák fölrepülnek, és majd ő megnézi, hogy mi van rajtuk, hát ez nem fog megtörténni, és mivel nem tudja megnézni a lapjait, ugye nem tud normálisan tétet tenni, ekkor eszébe jut, hogy még a teljes pókerezés előtt ő elrejtett 4 kártyát az asztal alatt, hogy majd ő azokkal ugye csalni fog és nyerni fog. Na most így részegen bemászik az asztal alá, beveri a fejét vagy 80-szor, és így kirakja a Royal Flush-t az asztalra, 5 lapot, bocsánat, kirakja a Royal Flush-t az asztalra, hogy én nyerni! Várja, erre az a reakciója a többieknek, hogy Karamel előkap egy saját paklit, kiválogatja a kártyákat belőle, kirak 9 ászt az asztalra, hogy nem, mert én nyertem. Sorinnak meg végigfut a fején, hogy bakker, hát ennek több ásza van, mint banán. Várjál, erre Big Mac kirak 12 ászt az asztalra. Sorin meg, te jó ég, hát ez már nem csak hogy a banánnál, de még a Piccaronál is több ász. Mire Brayburn kirak egy teljes bontatlan paklikat az asztalra, és hát bocsánat, srácok, de nekem van vagy 4 Royal Flush-öm. De jó. Ez egy durva már. Ja. Na jó, erről csinálunk fanfiction readinget, jó? Felőlem, én benne vagyok, de én akarok lenni a részeg, a Sorin. Jó, én meg akkor majd leszek szerintem Karamel, jó? Felőlem. Jó, vagy Big Mac. Vagy Big Mac. Kell segítség hozzá. Nyugodtan, gyere. Jó, igen. És... Úgyis jól nap megint a mikrofonom. És ezt még nagyon meg akartam említeni, csak elfelejtettem, hogy Brayburn karakter a zseniális, tehát ő... Ugye vannak a fandomban ilyen elképzelt karakterek, mint ugye, hogy a Lyra, az embermániás, meg stb. Igen, amiket a fanok antropológus. Igen, antropológus.
És így Brainburnre ráragadt a dolog, hogy egy kicsit meleg. Tehát, hogy nem teljesen meleg, de ugye mindenki meleg lenne, érte, ugye? Every pony is gay for Brayburn. Ezért mondtam, hogy gayburn, ja. Na, ja, mindegy, bocsi, csak megnézem a game jegyeimet. Jó, ez... Várj, azt most még egyszer a hatás kedvére homlokomra csapok, jó? Na. Jó, ez Tomi szintű volt. Igen. Tehát ez a... Tudod, a hülyék szintjére nem szabad lesüllyedni, mert ott legyőzlek a rutinommal. Na. Ja, igen. De visszatérve kicsit Brayburnre, azt tudja még, hogy a karaktere úgy van kidolgozva, hogy minden egyes megszólalása félreérthető. Ő ezt nem így akarja, de minden egyes megszólalása félreérthető. Példának okáért még. Rögtön... Az én... Felőlem. Megvan a szerep, hallod? Jó. Figyelj, két női karakter után most már buzi csak nem kihívás. Bocsánat, hiszem használat ér. De most képzeljétek el azt a szenáriót, hogy ugye utazik a vonaton, és hát unja magát, mint az állat, mellette megül egy idősödő kancanő, amelyik jobban tetszik, és hát ugye Brayburn pedig kitalálja, hogy mesél neki a pókerről, mert hogy ő milyen jót fog pókerezni a haverjaival, és visszaemlékezve egy előző ilyen találkozójukra elkezdi mesélni, hát hogy egy ilyen póker meccsen akármi megtörténhet. Például utoljára képzelje el, hogy Sorin vesztésre áll, mint mindig, és idegességből lehúzott egy teljes üveg tekilát, aminek az lett az eredménye, hogy elterül az asztalon. Ezt nem mondja el, ezt csak így gondolja. Tehát ebből a nő annyit hall, hogy Sorin megivott egy teljes üveg tekilát, és elfeküdt az asztalon. És Brayburn ekkor ugye, gondolja még azt hozzá, hogy és már az utolsó kör volt a meccsből, senki se akarta feladni a tétjeit, hát mit lehet ilyenkor tenni? Mit mond? Hát nem tehettünk mást, mindenki kicsapta a hátára. De jó, nem már. Mert ugye aki ért a pókerhez, szokták mondani azt, hogy amikor ugye megmutatják a lapjaikat az emberek, szokták mondani arra azt, hogy kicsapják. Szóval... Figyelj, én eddig szerettem pókerezni. Hát nem is tudom most már, hogy... Meg aztán... Valaki olyan beszagadta, nem tudom, nektek is, vagy csak ilyen csúsztam annyira a nettel? Nem, Jéger szokott néha. Ezért elnézést a nézőktől. Jéger pár pohár Jéger után kicsit szaggat. Ó, bassz meg. Egyébként ez a karamell, ez nem olyan biztos ez, ami mint kicsit mind a izé. Mint itt, ahogy küldtem egy linket, hogy mind a... Mi annak a neve? Bajosok Infinite-be ideutazó ikrek, aki ugyanaz a személy, csak egyik nő és férfi változata? A Lutess ikrekre gondolsz? Igen. Tényleg. Split personality. Na. Na de azért megkérdezném, hogy mi a véleményetek így erről a fanfictionről, ami hirtelen az egyik kedvencem lett? Hát én erre azt tudom mondani, hogy biztos, hogy nagyokat fogok rajta röhögni. Tehát, hogyha most így elkezdeném olvasni, mert nekem az ilyen poén az bejön mindenképpen. Ilyeneken akkorákat tudok szakadni, hogy az, abba az egész lakás belehallatszódik. Azért. Hát én nem tudom, hogy így nekiállok-e olvasgatni most, mert én most vettem magamnak egy kicsit igényesebb könyvet, már bocsánat, de... Hát ha egyszer az, akkor az. Hát akkor az, igen. Hát igen, most figyeljél. Tomi, mi ketten tudjuk, hogy a vaják az miért vaják, Jéger az annyira nem. Hát igen, nekem hallgatóknak egyébként itt műsor előtt majdnem megfojtottam Jégert, amiért azt mertem mondani, hogy a vaják az, aki, a Witcher az, aki kimaradt. De... De most az egyszer megúszta, Mivel ugye ő az egyik fizető fél. Ja, igen. Így van, szóval azért nem kéne elveszteni a főnököd. Érkezik meg így a pénzeszám. Főnököd. Na, arról azért nem volt szó, figyelj én. Ja. Az egy dolog, hogy pénz az egy főnök. Ja. Akkor mondom azt, hogy pénzügyi tanács. Ez. Ilyen Brayburn stílusban, hogy Bence még nem kötelezte el magát. Ubasz. Ja, öncenzúra. Upszki.
De egyébként, hogyha ezt felmondjátok szalagra, ilyen régen sem fejezem ki magam. Magna kazettára. Magna óra, tekerts el, ez szalagos Magna óra. Akkor izé... És hogyha esetleg tényleg kell egy gay burn, akkor abba szívesen beszállni. Na jó, van srácok, egy kicsit most már elkönyörödünk a... Eleresztettük magunkat, úgy érzem. De egyébként most, hogy így hozzátegyek valamit, ez kell egy podcastbe szerintem. Tehát azért néha azért kell alazulás. Nem kell mindig csak témához tartani magunkat. Na. Jó, és a sírva rögős podcasteket szoktam inkább hallgatni. Hát, mert azok a jók. Mert legalább mindenki rövök rajta, tudod. Mondjuk előző adásaitokban is szakadtam párt. Na, ezt legalább örömmel halljuk. Ezt örömmel halljuk. Nagyon. De nem a poénon rajtatok. Ja? Bakker! Na, de akkor szerintem folytassuk is tovább. Hát most már ez lesz az utolsó téma, szóval akik még azt hitték, hogy lesz, hogy kettő, azoktól már sajnos ez rossz hír lesz. Azok most nem fognak agyizom sorvadást kapni még itt a... Na, de... produkciónktól. Most ugye Equestria Daily-n nemrég kint volt ez a kérdés, sőt, nem tudom, hogy most is kint van-e, hogy hűséges vagy-e a kedvenc pónithoz. Na, ezt kérlek, Bence, ezt kezd el te aggálni. Már csak a köhögésből is kiindulva, mi? Így van. Ki köhög a legnagyobbat, az kezdi. Nem, jó van, hát... hát én most itt szégyenembe süllyedek nagyon mélyre, mert ugye nem tudom, az adás elején talán mondtam, nem nagyon emlékszem rá, hogy nekem a kedvenc pónim ugye Pinkie Pie, a kis rózsaszín parti állat. Tényleg, és nagyon imádom, olyan egyszerűen a karaktere az olyan, hogy az nekem ilyen, hát most tudom, nem hú, legalábbis. Ahogy Rainbow Dash mondaná, olyan random. Igen. És ahogy én mondtam annó, hogy olyan kis cuki. Igen, ahogy ugye én rátaláltam az egészre, hogy mert cukik. Az égeztem azt is. Na, mindegy, hát nekem úgy ő megvan mindig is kedvenc karakternek, nem igaz, hát, de az, hogy hűséges, mert én igazából lépten nyomon így megszeretek más fiktív, vagy fiktív, mindegyik fiktív, de már úgy fiktív, hogy fanok által készített karaktereket, most például az aktuális, akit imádok, és Marry Me. Ajaj, waifu veszély. Jaj, hát... Jó, ez is úgy érzem, hogy ez volt utolsó szereplésem, ezért elástam magam. Na mindegy. Jó, ne szégyellősködj. Hát igen, mondhatjuk, hogy waifu. Egyébként annak, aki nem tudja, de valaki majd, mondjuk most inkább majd inkább már be aludva. A waifu az lényegében, most már elmondom, ha már itt elkezded, a waifu az lényegében egy olyan fiktív személy, legtöbbször női, akibe mélyen szerelmes vagy, és hogy szívesen elfogadnád feleségedül. Srácok. Fiktív személy, obszesszív imádata. Jó, Tomi tudja. Én megpróbáltam ilyen köznyelvi szinten elmagyarázni. Szóval... Jó, na. igazából jó, amit Jéger mondott, igen, ez a szerelmes vagy egy fiktív karakterbe, de azért legtöbbször inkább csak kedvenc női karaktert jelent, bár nálam ez a karakter egy kicsit becsúszott, mert ez a... Nagyon szeretem a karaktert igazából, hogy kész, most mit szépíteni. Ez a karakter pedig nem más, mint... Várjál, doppergés! Elise Goldenfeather. Nem tudom, ismeritek-e? De Retroton már ismeri, mert neki ugye én elkezdtem annak, egy képregényben van, amit én elkezdtem fordítgatni, Tomi már ismeri, mert neki küldtem lektorálásra. Na, akkor engem avasd be, please, mert én nem ismerem. Szóval, hát ő lényegében DeviantArton futó képregénynek a főhős nője. Egy címet mondj. Find Yourself.
a képregény címe Find Yourself. Uh-huh. Equestria Stories nevű felhasználó, ilyen main OC-jának a neve Think Pink név szerint, uh-huh, csinálgatja ezt a képregényt, egy másik képregénnyel párhuzamosan, ami pedig a Seeds of Darkness névre hallgat, hogyha már nagyon belejöttünk a reklámozásba. Hát ilyeneket nyugodtan. Igen. Mindenki keressen rá, Seeds of Darkness és Find Yourself, de gondolom majd nincs be ezt linkelve alulra. Nagyon jó kis képregények. És hát igazából abban van ő ez az Alice, aki hát ő, nem tudom most mennyire taglaljam a karaktert, hogy most így vagy hogy most egyáltalán ez úgy nagyon téma-e. Hát mondd el, hogy mégis miért szerettél bele, vagy hát miért kedvelted meg, jobb szó. Igen, inkább most légy szíves. Nem tudom, nekem ő egy olyan, ugye az elején, nagyon az elején még egy ilyen nagyon visszafogott valaki, olyan félénk igazából kimozdulni sem, mert nem Ponyville-be is, csak egy hát köpenybe mer menni, egy fekete köpenybe, mert hát most nem tudom, hogy spoiler, vagy nem spoiler, elmondhatom-e, de... Nyugi, előző adásból is voltak spoilerek, és kiírtam direkt, hogy van, szóval... Flank! Hey! Flank! Hát igen, ugye eléggé felnőttebb pony, szóval nem egy kis füli, hanem rendesen... Nem csikó, igen, bocsánat. Nem baj, csak hogy szokjuk a magyar, tudod. És ennek ellenére nincsen cutie marki, szóval nincsen cuki jegye. Azt nyugodtan mondhatod angolul, mert bár mondhatjuk cuki egynek is, tök mindegy. Na, a blank flank csupasz hátsós tulajdonképpen. És hát emiatt ilyen kicsit elején ilyen mély depressziós, nem mer senki közé menni. Aztán a történetben hát ő találkozik Discorddal. Ajjaj. Igen, már mindenki kitalálhatta, hogy akkor annak úgy milyen dolgok szoktak ilyenekből eredni. Találkozik Discorddal, így ugye jó összes csupa, csupa jó dolog. Csupa jó dolog. Ahol Discord... Csoki eső, vatta felhőkkel. Igen. Csupa jó dolog, szóval... Pinky Python már tudhatjuk. Igen, utálom a csoki esőt, persze. Pinky Python. Yep. Hát és akkor tulajdonképpen itt egy ilyen kisebb ilyen karakterfejlődését, jelenfejlődését szemlélhetjük végig Discordnak a fantasztikus humorizálásaival, és ezt most szó szerint mondom, mert tényleg nagyon vicces az egész, körítve. Hát, ez így érdekesen hangzik, lehet majd utána nézek. Érdemes egyébként. Na rendben, de akkor én... Vagy mondja, Tomi, akar-e? Nem, hát mondom, na, hogy érdemes utána nézni, mert saját waifuja csak reklámozza. Ja, persze. Na, most így, na. Nem, egyéb, na, de, nem na. Egyébként, Alice csak egy ilyen kis mellékkarakter. Az igazi, jó, azért a képregényből az az ajtó. Jaj. Jó. Na, akkor folytatom én, hát én megmondom nektek az igazat, hogy én mindig is sokszor változtattam a kedvenc pónimon, tehát, hogy nekem sose volt egy stabil kedvenc pónim, hanem mindig volt valami az kedventől, meg az adott epizódtól, esetleg amit láttam azokból adódóan, hogy ki a favorit nálam. Mindig változó volt. Viszont hát az utóbbi időkben most már lassacskán 5 hónapja van az, hogy én rájöttem, hogy nekem Twilight Sparkle az, aki nagyon tetszik. Már csak azért is, mert ilyen, hát ez a nagyon okos, meg ez a, hát most valljátok be őszintén szemüvegbe, szerintem nagyon cuki. Tehát nekem ez most mondom azt, hogy fétisem, hogy Twilight szemüveges, én úgy imádom. Még mindig Channel Avatar. Igen. Fétiseit, ugye, kikloppog. Na, és akkor lényeg az, hogy de előtte hát nagyon változó volt. Tehát volt olyan, hogy Rainbow Dash, volt olyan, hogy Fluttershy, volt olyan, hogy Applejack. Akik nagyon húzamos ideig voltak, azok voltak Rainbow Dash és Fluttershy. És hát ugye Twilight. Rainbow Dash az mindenkinek először. Igen. Mert ugye ő a tomboy is, ő az a nem nőies, hanem inkább ez a, hogy is mondjam, ez a vagány. Leszbikus. Ja, hát kinek hogy van, igen, mert mindenkinek igen. Van egy fejkánonja, ugye?
Igen, azt egyébként nem tudom, hogy hallottátok-e, volt egy ilyen újságíró, aki úgy cikkezett a sorozatról, hogy a sorozat erősíti azt a sztereotípiát Rainbow Dash révén, hogy aki erősebb nő, az csak leszbikus lehet. Lol, az igen. Jó, vagy. De viszont azért is beszélt, hogy Celestiának, aki fehér, miért vannak fekete testőrei, úgynevezett rabszolgái. Ja, igen, itt azt szerintem hülyeség. Az jó, hát a újságírók, tudod, azok mindenbe beleköpnek. Hát igen, persze. Mit vártál? Na, és akkor folytatom, na de, hát ugye mindig más volt a kedvenc karakterem, és ugye, hát ugye mennyire vagyok hűséges, hát én azt mondom, hogy hát Twilighthoz eléggé, viszont amennyire hűséges vagyok Twilighthoz, annyira hűséges vagyok Rainbow Dashhez és Fluttershyhoz is. Mert egyszerűen e közül a három közül én nem nagyon tudok különbséget tenni, hogy most akkor melyiket szeretem jobban a másiknál. Ez igen. Ez ilyen szerelmi négyszög. Hát jó, köszi. De na, tehát a lényeg az, hogy én ezt a hármat szeretem a legjobban. Aztán, hogy mellettem még kiket szeretek, az már mellékes. De nekem megvan ez a triumvirátusom. Tehát, hogy nálam ez a három, ez fix. És triumvirátus, szokom... főleg, hogy nők. Igen. És hát közül a három közül szoktam válogatni legtöbbször. Hát most... Három közül válogatni, nekem mindig azt szoktam mondani, hogy az első helyen van ez a három, a második helyen meg az összes többi, ami van, lesz tuzán. Ja, igen, ezt akartam mondani, hogy igazából van ez a három, és utána az összes többi, tehát tök mindegy. Tényleg a legkisebb, legjelentéktelenebbnek tűnő kis háttérpónitól egyébként tényleg mindenki, egyszerűen... Olyan cukik. Ja, igen, olyan cukik. Na, tehát nem lehet dönteni. Na, tehát rólam ennyit konkrét, hogy én mennyire vagyok hűséges. Tomi, megtaláltam a magyarázatot a előbbi paradoxonunkra. Na, de... Jó, akkor hát készülj fel belőle, én meg addig előadom az én dolgaimat ezzel kapcsolatban. Szóval, végül is itt mindenki mondta, hogy variál. Én megmondom az őszintét, hogy érdekes, hogy mondtad, mert hogy mindenki először Rainbow Dash. Én nem szerettem Rainbow Dash, mai napig sem szeretem Rainbow Dash-t. Ki vagy te? Te nem ismerlek. Távogsz tőlem, Sántán. Rainbow Dash-t mindenki szereti. És akkor így ez, mai Tomihoz betörnénk a éjszaka, és akkor ott ilyen Rainbow Dash figurák, amik püssökkel ráadnak. Megpáljuk, és akkor ez a szerest Rainbow. Kikötözve aztán, mint abban a fan videóban kikötözzük, az csak olyan részeket nézhetünk, valami Rainbow Dash. Így van. Jézus. Zódikus szivárványt legalább ötször megnézhetjük vele. Jézus, egy ötször. Ötször, easy. 25-ször. Na ugye... 125, na mindegy, a... De, csak meglegyen a kontra. Nem, mert azért, 5-ször, ja nem, 5-ször, 25-ször, 125-ször, az így van. 5 az első, 5 a második, 5 a harmadik, na. Ja, hogy hatványozom. Jó, például megszólaltam a tekos. Na, de... Matekot félretéve, hidd el, arra is tudnék beszélni órákon keresztül. Na, de jó, most. Na, így hatásosan visszatok tényleg a tárgyra. Szóval... Megmondom az összintét, hogy úgy indultam ki, hogy amikor tudod, így megjöttek az első benyomások, tehát ugye az első epizódon megismerkedünk a karakterekkel, én azt mondtam, hogy Fluttershy. Tehát ugye én, hogy vele tudtam legjobban azonosulni, mert akkor ez a nagyon visszahúzódó, nagyon mit tudom én mi voltam, és vele tudtam azonosulni, szóval én akkor úgy voltam, hogy Fluttershy egész addig, amíg meg nem jött az az epizód, amikor ugye az Applejacknek egyedül kéne learatni minden fát. És én nem tudom, mi a címe. Én azóta Applejack-es vagyok, all the way, rendületlenül. Apple Bucking Season, vagy valami ilyesmi? Az az igen, Apple Buck Season. Ahol első évadban? Igen, az első évadban. Ja, igen, de akkor... várjál, bocsi, Tomi, hogy közben szólok, de ez a learatni az összes fát. Akkor Alma Szüret. Nem, én már nem akartam egyébként is nézni, én már nem akartam beszólni, mert én már annyit beszóltam adás alatt, hogy... Na jó, tudom, gonosz vagyok, na, de ezt nem tudom. Mert betelt volna a poharra, meg én itt erre rákontázok. Na, mindegy, folytasd. Na, tehát az az epizód után én azóta is Applejack mániás vagyok. Tehát az összes többi olyan, hogy persze, jó karakterek, meg minden, és érdekes módon, tehát megmondom, hogy azóta, amióta... Hát... Bocsi, mit mondasz meg? Az őszintét.
barátnak. To be honest. Tehát azóta, amióta én is ugye aktívan részese vagyok, és próbálok részt venni minden ugye fandombeli dologgal kapcsolatban, azóta én is kicsit ugye jobban megnyíltam, és rájöttem, hogy én is teljesen Pinkie Pie, tehát vele tudok leginkább azonosulni. Na, tessék. Én vagyok csak itt a Twilight. Várjál, Tomi, várjál picit, beírok a chatbe gyorsan egy pillanat. Igen. Ezt egészítsed már ki nekem, légy szíves. Jó, jó. Hello! Nézd meg, és befurakszik. Na. Na, tehát, hogy én vele tudok, tehát Pinkie Pie-jal tudok azonosulni, mert egy teljesen random, teljesen idióta, teljesen energialabda tudok lenni társaságba. Ugyanakkor ez a Applejack a kedvencem, mert próbálok olyan lenni, mint ő. Szorgos és őszinte. Több-kevesebb sikerrel. Tehát én azóta is Applejack all the way. És megvan a tájszólás is, szóval már nyertem. Ja, azzal meg nem is nyertem. És még azt hozzá kéne tennem, hogy nagyon Applejack mániás vagyok. Ugyanakkor Rainbow Rax óta Sonata a kedvencem, aki viszont mivel nem póni, Applejack biztonságban van. That the best human. Vagy Sirén. Bocsánat. Igen. Igen, egyébként, és Sonata meg Sunset Shimmer, kész. Hát, igen. Akik nem pónik azok közül. Taco Tuesday! Oh my god! Oh dear Celestia! Na, amúgy az Applejackről még eszembe jutott egy gyors téma még így a végére, hogy ugye sokáig volt, hát mi kis Humbroni fórumunkban is, meg máshol is szerintem már volt ez probléma, hogy az Applejack versus Rarity, hogy melyik a jobb? Hallod, én nem versus láttam abból, hanem... Ja, hogy izé, hogy mindkettő egyszerre shippinget? Vagy igen, az nem jutott eszembe, csak közben hívtak telefonon, de leraktam be, ez fontosabb. Nálunk Humbroni fórumon ez ilyen nagyon meghatározó kérdés volt, hogy ha valaki Applejacket szerette, annak meg volt a külön rétege, meg ha valaki Rarityt, akkor annak is meg volt a külön réteg. Mert hogy ugye nálunk fórumon, ugye hát meghatározó dolog ez, hogy most akkor ki szereti Applejacket, meg ki szereti Rarityt, mert hogy aki Applejacket szereti, akkor az biztos, hogy hát most, bocs, hogy így mondom, paraszt, meg aki Rarityt szereti, az meg inkább a hogy is mondjam, a kultúráltabb rétegbe tartozik. Tehát itt már ez határozta meg azt, hogy most akkor te paraszt vagy, vagy művelt ember. Most könyörgöm, nehogy már egy két rohadt póni karakter döntsem el, hogy most akkor kicsoda meg mit szeret, érted? Tehát... Most figyelj, Apple Jewel óta igazából megfordultak. Hát, na igen. Na most ugye, amíg én részese voltam ennek a, hát hogy is mondjam, párbajnak, vagy katának. Hát én mindig is Applejack mellett voksoltam, mert hát ugye én is falusi vagyok. Köszönjük egy csomó utálót. Á, köszi. Tehát én is falusi vagyok, és hát ugye, hát hogy a viharban ne szeretném a falusi pónit, ha én is falusi vagyok, tudod? Meg hát itt is van tájszólás, tehát nálunk ez a hezés megy, meg az ilyenek. Az szóval... nálunk ezért megy. Tudod, mi megy nálunk ezért? Ez a azás, vagy a, nem, az helyett mindig inkább a megy. Ez a kis, igen, olyan nálunk is. Ilyen nálunk. Ez a tipikus kisalföldi. Kire? Hát ez nagy alföld. Ja, ott a... Hát én kisalföld, szóval hát... Na, mindegy eset, ugye... Kicsit nyugatabbra. Na, mindegy eset visszatérve, és hát ebből voltak néha azért ilyen, hát nem problémák, csak ilyen beszólások, hogy hát, no, azért mégiscsak tudod, hát miért csinálod ezt velünk. És akkor... Hát volt olyan, hogy utána meg ugye, mint ahogy mondtam, hogy mennyire vagyok hű a pónimhoz, hogy akkor ugye kedvenc póni, akkor pont Rarity volt, és hogy okay, akkor jobban szeretem, mint Applejacket. Ez egy kurva mistake volt. Elnézést, öncezúra, kurva nagy mistake volt. Igen. Nem, tudom, milyen poént, hogy egy kis káromkodáskod az éve. Flutterstein-nek a squee-jével vágnak. Ja, igen, már gondolkodtam rajta az előzőben is, hogy bevágok egy olyat, de lusta voltam, tudod? Miért? De most lehet, hogy be kéne majd. Na, tehát igen, a lényeg az, hogy... Most még rá is játszunk, hogy mit tanem? Ó, nem áll. Bocs. Na, és hát ugye a lényeg az, hogy ez egy óriási nagy hiba volt, mert
Hát, mégiscsak Applejack az, akihez jobban vonzódom. Csak én úgy bekamusztam, hogy Rarity jobb. Mert föl akartam vágódni a többieknél, tudod, akik így kicsit ilyen, ilyen műveltebbeknek, meg arisztokratábbnak tűntek, hogy izé, hogy hát igen, a Unicorn Master Race, meg nem tudom. Igen, de sok meg a Rarity. Másnapot kopogtattak nálad, izé, Applejack fanok. Mit tettél, te paraszt? Tudod, izékkel, tudod, a Applejack-es baseball ütőkkel, I am a bad pony. Ja. Mindegy. Baszta nyomorult, ne ez most fájt. Valóra, Tomi szerintem vetélytársaid akadtak. Rá kell kapcsolnom. Ja, így van, így van. Igen, persze. Hallgass már visszaadást azért, mennyivel előbb járok most, mint te. Hát én próbálom magam visszafogni, mert különben tudod, fakadna belőlem a hülyeség. Tehát még ennyit akartam hozzászólni, hogy ti mit gondoltok erről igazából, erről a Applejack vs. Rarity dologról, hogy ennek van-e értelme, mert szerintem igazából nincsen, mert én mindkettőt ugyanúgy szeretem, mert mint mondottam, nálam van az első három, és utána az összes többi második helyezett, tehát ez így van. Én megmondom az őszintét, hogy értelme túl sok nincsen, de Rarity Worst Pony. What? Jó, legalább őszinte. Legalább mindig őszinte. Tudod, megmondom az őszintét, Rarity a legrosszabb pony. Nem tudom, egyébként nekem ez a versus, és Applejack versus, hát én erről nem is nagyon hallottam. Én az izét láttam, mondom csak, és a shippinget. Az viszont tetszett. Addig örülj, halad, addig örülj. Az viszont tetszett, az nem volt olyan rossz. Hát én azt én is szeretem. Szerintem az nem jó. Vagy... jó. Nem rossz! Nem tudok beszélni, na. Amiben benne van látom, a Rarity, az hogy lehetne jó. Na ez az, látod. Ja, izei, minden negyedik évad, Manhattan, Pittamen. Hát az, hát szerintem az meg egy ilyen, mindenki úgy van vele, negyedik évadban a Manhattan-es epizód, az szerintem mindenki megegyezne vele, ha azt mondanám, hogy az volt a leggyengébb. Igen. Az a dal, az, meg a dal benne az már, várjál, az, annak ponton azon kívül azt hiszem már volt mennyi, három dal? Vagy az volt a harmadik? Igen, szerintem az ott sok is volt, meg hát én... Igen, az már nem kellett volna az a dal, az, hogy már erőtetett volt. Igen. Viszont egy jó oldala van, na. Coco Pamel. Ja, tényleg, mert Coco Pamel is abban volt. Hát akkor izé, nem szóltam. Ugyanakkor megmondom, hogy a Generosity maga szám, az nem tetszett, viszont annak a fordítására voltam a legbüszkébb. Az nagyon jó sikerült, azt imádtam. Megmondom őszintén, nem olvastam. Megértem, mert... Jó, most már tizé, nem ez volt a célom, ígérem, nem ez volt a célom, próbálok mondom őszinte lenni, de akkor most már benyögöm azt is, hogy a negyedik évad fordításához, hogy shots per kb. Felé, tehát mindig az első 10 percet én fordítottam. Szóval, ja. Hát az is jó, fél siker. Ja, fél siker. Mert a másodikat pedig az Efflers Jones. Szép. Jaj, na jó, van, te meg viszont Anonymous-tól bitoroltad el most a Crazy Future-t, szóval... Ja, hát mert ez a... Tényleg, bekopogtatod már az ajtót? Nem, hallod? Majd fog holnap, figyelj meg, vagy akár ma éjszaka. Ugye, majd szólok neki. Bocs, elfelejtettem szólni, hogy most már mehet. Na jó van, srácok, szerintem elég lesz most már ennyi ebbe a kis podcastban, már így is hosszabbra sikerült, mint ahogy terveztük. Szóval, hát köszönöm szépen azoknak, akik ismét meghallgattak minket. Remélem, hogy tanulságos is, meg hát jól is szórakoztak a nézők, illetve hallgatók, mert tudjátok, van, aki nézi, van, aki hallgatja a podcastet. Vannak azok a mazoisták, akik itt ezt a, nem tudom, hogy hány percet így a meretten a képernyőre bámulva, egy gyönyörűséges grafikámat annyira bele vannak mélyülve. Hát igen. Podcastot azt már nem is hallják, csak úgy tudni nézik a képet, mert annyira szép lett. Na, szóval még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én Jéger voltam. Én Retrotom, mint mindig. Na, és Bence, nekem nincs jó, nincs nem mind nektek, sziasztok. És Bence, igen, és Bence. Ja, de van. Hát van, hát, azért mondom. Csodáltam, hogy nem konferáltottad fő magad vele. Oh, Forrest B, na, akkor cső, szevasztok. Jó, mostantól innentől kezdve. Forrest. Nem. Na, és hát akkor minden jót kívánunk. Szervusztok. Hello. Sziasztok.